Köszöntöm nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Dombovári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Ahol a szegénység állandósult, fókuszban a felzárkóztatás. Energetikai fórum. Szakmai párbeszéd az energetika aktuális kérdéseiről. Madarászokkal Madagaszkáron. Orbán Zoltán tartott előadást. 2024-es évi költségvetésről döntött a testület. A Máltai Esték címen indult programsorozat legutóbbi állomása a Dombovári Művelődési Központ volt. A pódium beszélgetésen megjelent Vecsei Miklós szociálpolitikus és Steisz Miklós oktatási szakértő, mindketten a Máltai Szeretetszolgálat tisztviselői. Az est rendhagyó volt, hiszen a főszereplőket Pálmai Erika újságíró kérdezte előre meg nem határozott témában. Én azt remélem, hogy a 300 legszényebb településről, ami az általam vezetett programnak a lényege, talán arról fogunk beszélgetni, de nem kérdeztem meg a műsorvezetőt, úgyhogy gondolom, hogy szegénységről, legszegényebb falvakról, oktatásról. A Máltai Szeretetszolgálat 35 éve foglalkozik rászorulókkal, idősekkel, hajléktalanokkal. A miniszterelnöki biztos elmondta, hogy jelenleg az előre tervezett 2019-ben elindult felzárkóztatási program jól halad, már 178 településen segítik az ott élőket. 178 településnél tartunk, és 28 civil szervezettel dolgozunk együtt, és nyilván a legtöbb település a Málta kezében van. Nagyon röviden ez arról szól, hogy azokon a településeken, ahol már nagyon kevés tudás maradt, nincs iskola, vagy hogyha van, akkor mondjuk alsó tagozat, vagy rossz minőségben működik, nem nagyon találják az utat, oda olyan emberek költöznek le, vagy olyan emberek mennek el dolgozni, akik a mi nagy rendszerünkben is dolgoznak, tehát egy kicsit kinyílik a település a mi érkezésünkkel. Integrálódásuk folyamataként lassú együttműködés indulhat meg abban a reményben, hogy rajtuk keresztül rengeteg tudás, intézmény, esetlegesen pedig vállalkozások szivároghatnak be az egyébként lemaradt, zárt településekre. A mértékegység esetükben más, mint egyébként, azon apróságok az igazi fokmérői munkásságuknak, amelyekről sokan nem is vesznek tudomást a mindennapokban. Az, hogy célt adhatnak azoknak, akik napról napra tervezhetnek csupán. Távolabbit mesélek, talán a nézők fogják érteni, amikor az első évemet töltöttem hajléktalan emberek között, tehát ez már sajnos nagyon régen volt, 31 néhány éve, és a karácsonyi asztalnál elmeséltem, hogy milyen hatalmas élmény volt az első karácsony a hajléktalan emberek között, és akkor kérdezte az egyik közeli rokon, hogy na de mégis mi volt, és mondom, képzeld el, hogy Józsi bácsi odaállt elém, és azt mondta nekem, hogy nem iszom többet, Miklós úrnak hívtak, nem iszom többet, és azt mondja, és nem mi volt? Hát de mondom, nagyon berúgott, és hát nagy nevetés, és akkor én először éreztem azt, hogy de nem látták Józsi bácsit, hogy ott egy percen keresztül ezt komolyan gondolta. Aztán az élet az olyan, meg az ember gyönge, de hogy voltam én valaki, aki miatt ő egy pillanatra elhatározta, hogy megváltozik, és azóta ez nagyon-nagyon sokszor van így, hogy ezek a kis elhatározások aztán néha nagyjá válnak. Ezek a gyenge erők aztán egy kicsit megerősödnek, és ezeket a gyenge pillanatokat lehet, hogy meg se kell mutatni másnak, mert talán kinevetik, de nekünk, akik ott vagyunk, ebben kell látni a gyökeret. Tehát, hogy itt van valami villanás, amiben mégiscsak lehet foglalkozni, legyen ez gyerek, legyen felnőtt, valahol itt. És egy csomó olyan egyéb eredmény, amit hát még az ember tud, hogy ez még zsenge, ez a hang még hamis, de mi tudjuk, hogy mekkora erőfeszítés van, és az erőfeszítés azt jelenti, hogy most már lehetnek céljaink. Az alelnök az esten több anekdotát is elmesélt, amelyek révén a közönség bepillantást nyerhetett a Máltai Szeretetszolgálat munkásságának színfalai mögé. Vecsei szerint a szociális érzékenységet hosszas munka árán lehet csak fejleszteni, a szeretetszolgálat eredményeit pedig nem lehet gyorsan egyik pillanatról a másikra realizálni. A miniszteri biztos reméli, hogy a következő években még több településen, még több közösségben sikerül majd változást elérniük. Teisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány kuratóriumi elnöke a szeretetszolgálat oktatásban betöltött fontos szerepéről beszélt. Mi iskolákat, óvodákat tartunk fönn az ország több mint 10 megyéjében, alapvetően hátrányos helyzetű kis településeken, és ugye az egyik legnagyobb iskolánk a Dombovári Eszterházi Szakképzőintézmény, amely nagy büszkeségünk, egy rendkívül innovatív intézmény itt Dombováron, ahol a már
leszakadt gyerekek műhelyiskolai vagy orientációs évfolyami képzésétől kezdve szakképzésben, technikumban, több mint egy tucat ágazatban nyújt nagyon színvonalas képzést, ráadásul egy nagyon innovatív tantestület van, oktatói testület, ma már így hívják hivatalosan, amely mindenféle innovációkban benne van a robotok alkalmazásától kezdve tényleg a legjobb mester-tanítvány kapcsolatokon keresztül. Az alelnök elmondta, hogy a dombóvári iskola innovatív, duális képzést nyújt a több mint 400 nappali tagozatos diáknak és az esti képzésben résztvevő felnőtteknek is, amelynek keretein belül már tanulmányaik során betekintést nyerhetnek a munkavilágába, hiszen az intézménynek és a szeretetszolgálatnak is remek partneri kapcsolatai vannak. Rendkívül gyakorlati orientált a képzésünk, a szakoktatóink külön figyelnek a diákokra, nagyon jó kapcsolatrendszer az iskolának a gyakorlóhelyekkel, cégekkel, tehát ugye a diákjaink a szakképzésiskolában már a 9. évfolyamot követően, technikumban már a 10. évfolyamot követően nagy többségben cégeknél vannak kint, és ugye ez a duális képzést nagyon jól meg tudja szervezni ez az intézmény, hogy a gyerekek részben az iskolában vannak, nagy részben kint vannak a terepen, és így egy igazán komplex képzést tudnak kapni. Ráadásul nagyon sokféle kiegészítő képzést is kínálunk, tehát hogy mondjuk egy példát, valaki mondjuk cukrásznak tanul, akkor miután megtanul cukrásznak, tanulhat pincérnek, tanulhat egyebeket is, tehát igyekszünk variálni és megtalálni mindenkinek az útját. Nem válik be a orientációs évfolyamon, akkor átmegy a műhelyiskolába, tehát a legkülönbözőbb módon igyekszünk azt nézni, hogy az adott gyerek mit szeretne, miben jó. A Máltai Szeretetszolgálat meg annyi óvodát és iskolát üzemeltet az országban. Annyiban mindenképpen máshogyan, hogy kiemelt figyelmet kap az egyéni, tanulóra fókuszáló oktatás. Dombóváron energetikai fórumon vitatták meg a kistelepülések energetikai kérdéseit. Az esemény nem csak szakmai párbeszédre adott lehetőséget, hanem közvetlen kapcsolatot teremtett a helyi vezetők és a kormány között. A múlt év végén indult programsorozat célja, hogy szorosabb köteléket teremtsen a kormány és a kistérségek vezetői között, és lehetőséget biztosítson számukra a szakmai párbeszédre az energiaügyek terén. A Dombóváron rendezett esemény fontos elemét képezték a Paksi atomerőmű témája és más beruházások tárgyalásai is. Mai vendégünk itt Dombóváron dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes volt, aki az Energiaügyi Minisztériumnak a miniszterhelyettese, és a meghívott vendégeink pedig településvezetők, elsősorban polgármesterek, polgármesterasszonyok, illetve olyanok, akik az önkormányzati hivatalokban dolgoznak. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a következő években hogyan alakulnak az energiaárak. Ez fontos az intézményeink kapcsán, fontos a lakosságnak, és ahogy önök is látták eddig, mi mindent megtettünk az elmúlt 10 évben azért, és továbbra is így lesz, hiszen a nemzeti konzultáció is ezt hozta ki, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait meg tudjuk oldani. Úgyhogy önök számíthatnak ránk a továbbiakban, és természetesen mi is arra számítunk, hogy a minisztérium vezetésével biztonságos energiaellátása legyen az egész országon. A jelenlévőknek lehetőségük nyílt egyeztetni egy fórum keretein belül Kontz Zsófiával, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesével. Ez alkalmat biztosította résztvevőknek arra, hogy közvetlenül beszélhessenek és kérdéseket tegyenek fel az energiaügyekkel kapcsolatban, valamint megoszthassák véleményüket és javaslataikat az energiaipar jövőjéről és fejlesztési irányairól. Azt gondolom, hogy ma Dombóváron egy nagyon eredményes energetikai fórumot tudtunk tartani. Igazából ennek az egész fórumsorozatnak az a lényege, hogy minden vármegyébe elmegyünk, és közvetlenül tudunk helyben beszélgetni a polgármesterekkel arról, hogy nekik esetleg milyen kérdéseik, felvetéseik vannak az energetikát érintően. Nyilván az önkormányzatoknak is ez egy mindennapos kérdés, és nagyon jó, hogyha a kormányzat és az önkormányzatok ebben az ügyben is együtt tudnak gondolkozni.
Nyilván a magyar kormány számára a lakosságnak szóló rezsicsökkentés fenntartása kulcskérdés. Azt gondolom, hogy ez közös érdekünk, és emellett pedig a hosszú távú terveinket, energetikai szempontból fontos beruházásokat, meg hát azért mindenféleképpen ki kell emelni azt, hogy a magyar kormány számára fontos Paks 1 üzemidő hosszabbítását, Paks 2 megépítését azért meg kellett beszélni a mai nap, és én nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a találkozást. Szeretném megköszönni államtitkár úrnak is a segítségét abban, hogy meg tudtuk szervezni ezt a mai napot, hiszen az a tapasztalat, hogy minden egyes vármegyében közösen az országgyűlési képviselőkkel szervezzük ezeket a programokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféle szempontból egy közös érdekünk, hogy együtt tudjunk gondolkozni a jövő nagy energetikai kérdéseiről. És azért a mai nap azt is el tudom mondani, hogy a zöld energiának a kérdése egy kulcskérdés. Az elmúlt időszakban sokat foglalkozott ezzel egyébként a magyar kormány, hiszen nem csak a zöld energia felhasználása, de annak a tárolása is nagyon fontos, és örülök annak, hogy ilyenkor ezeket a folyamatban lévő fejlesztéseket, illetve párhuzamosan zajló pályázati lehetőségeket is itt el tudjuk mondani, és gyakorlatilag a kérdésekre is tudunk ilyenkor válaszolni. A kormány továbbra is támogatni kívánja a települési önkormányzatokat, és fejlesztési forrásokat kíván biztosítani számukra az energetika területén is. Ez lehetővé teszi a helyi közösségeknek, hogy hatékonyabban gazdálkodjanak az energiával, és hozzájárul a környezetvédelmi célok eléréséhez. A dombováriak a nagyvilágban előadásaira utazókat, világjárókat hívnak meg, akik képekkel illusztrálva mutatják be a kalandokkal, élményekkel gazdag körútjaikat. Legutóbb Orbán Zoltán tartott előadást. A Dombóváriak a nagyvilágban előadássorozat soron következő meghívott vendége Orbán Zoltán volt, aki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, helyi dombovári csoportjának alapító tagja. Személye adta magát, hiszen az egyesület idén ünnepli 50. évfordulóját. Idén 50 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és akkor a helyi csoportok szerveznek ilyen megemlékező előadásokat, programokat. Ugye a Dombovári helyi csoport 1980-ban alakult, én volt szerencsém 12 éves kisgyerekként alapító tag lenni, és az egyik legaktívabb helyi csoportja az országnak, környezeti nevelésben meg mondjuk benne van a top 3-ban, zárójelben top 1-ben, és ennek keretében tartunk, én elég gyakran tartok itt előadásokat, és akkor most egy nagyon extra, egy tavaly novemberi madagaszkári madarászútról fog beszámolni. Ez nyilván nem Madártani Egyesületes program, ezt nem a Madártani Egyesület finanszírozza, saját pénzből szabadság rovására megy, de hát mit csinál egy zenész szabad idejében? Nyilván zenél, egy madarász pedig madarászik, és minden alkalmat felhasznál arra az ismeretterjesztésre, szemléletformálásra, és ez most gyakorlatilag ennek az apropója. Orbán Zoltán madarászokkal Madagaszkáron című előadása a Dombovári Művelődési Házban zajlott. Az előadás megtalálta célközönségét, a szervezők kevés székkel készültek, szerencsére akadt azért még szabadülő alkalmatosság a házban, így végül mindenki helyet foglalhatott. Nagyon érdekes az maga a sziget, ugye a világ 5. vagy a 6. legnagyobb szigete, a világ egyik legszegényebb országa, valószínűleg benne van az 5 legszegényebben. Ugyanakkor maga a táj, mivel 7-800 millió évvel ezelőtt vált el a nagy gondvától, tehát a nagy egybefüggő száraz területekről, nagyon speciális az élővilága. Ugye benszülött fajok százai, ha rovarokat, növényeket is veszünk, akkor valószínűleg ezrei élnek itt. Nem akármilyen utazás volt ez, ahogyan egyébként sem akármilyen utazásokon vesz részt a szóvivő. Mint elmondta, fajvadászokkal utazik, akiknek céljuk, hogy a világ összes eddig ismert madárfajából minél többet láthassanak. A világon először egy amerikai úr lépte át a 10.000-es határt, a magyar rekorder 8.000-nél tart. Tehát ahhoz, hogy valaki lássa a világ összes madarát, nem kell elmenni a világ összes országába, de hogyha valaki szeretné látni a világ összes madarát, akkor Madagaszkára biztos, hogy el kell menni, mert az itt meglévő nem túl sok 300 körüli madárfajnak jóval több, mint a fele ilyen benszülött, csak itt található meg, és esetleg Madagaszkáron belül is egy ilyen néhány 10 négyzetkilométeres területen. Itt hajóztunk meg minden egyebek csinál, és innen indultunk el autóval így föl. A keleti részeken vannak a hegyi esőerdők, délen száraz bozóterdők vannak, ide elmentünk, ide visszajöttünk, és innen mentünk föl ide
ahol már nem nagyon van út, ez egy ilyen köztes erdők vannak. Madagaszkári utazása során megannyi izgalmas és veszélyes élményt szerzett, ezeket osztotta meg a közönséggel. Akkor az ember szemüvegesként megy az esőerdőbe, és nem tudja hordani, mert olyan, mintha tél lenne, mert gyakorlatilag én nem tudtam, hogy a szemem is tud izzadni, de, és akkor nem tudom, én 45 éve vagyok szemüveges, és ott végig szemüveg nélkül kell szinte nyomnom. És elkezdtem jól látni a madarakat, ami eddig nem volt, úgyhogy ez alapvetően nagyon érdekes élmény volt. Mert a legváratlanabbra is készülni kell, például piócákra, amik nem a vízben élnek, és nagyon szívesen tapadnak rá bárkire, aki közelükbe téved. Dombóvár képviselőtestülete nyílt ülésen döntött a 2024-es évi költségvetésről. A második napi rendi pont tartalmáról zárt ajtók mögött született eredmény. Pintér Szilárd Dombóvár polgármester számolt be nekünk a képviselő testületi ülésről, ahol az első napirendi pontban döntöttek a 2024-es év költségvetéséről. A tervezet közel 4 milliárd forinttal kevesebb a még folyamatban lévő pályázatok miatt. Toppos pályázatok, amelyek most kerülnek beadásra, még nem tervezhetőek. Nagyon remélem, hogy ezt az akadályt is túl fogjuk lépni, és évvégén beszámoltok arról, hogy szintén elértük és meghaladtuk a 8 milliárd forintot. Azt mondom, hogy ez a 4,5 milliárd forint, amit most döntöttünk, az is nagy felelősséggel jár. Örömteli volt számomra, hogy nem találtunk egyetlen egy olyan helyet sem, helyet ne tudnánk finanszírozni, csak költségvetési egyensúlyt meg tudtuk tartani. Több mint 20 éve vagyok polgármester, és az első olyan pillanat volt az életemben, amikor a köznevelés tekintetében egy pozitív nulla jött ki, és az általunk fenntartott intézmények nem igényelnek önkormányzati hozzájárulást. Nyilván ez megnyitott annak a lehetőségét, hogy a köznevelés és oktatás területén az előző években megkezdett fejlesztéseket tovább tudjuk folytatni, egyelőre csak saját forrásból, hiszen nagyon léptékű fejlesztésekre csak az év második felébe került sor. Örömteli volt mindannyiunk számára az is, hogy 2019-ben 20 millió forint volt a sportkeret Dombóváron, ezt emeltük 40-50 millióra, és az idén meg tudtuk 60 millióra emelni ezt a keretet. Civilek tekintetében is 50%-os emelést tudtunk elkövetni, és remélem, hogy kollégáimnak a bérrendezése és a kafetére is, amely ugyancsak március 1-től lesz hatályos, örömteli lesz minden dolgozónk számára. Dombóvár Sport egyesületei idén több anyagi támogatásra számíthatnak. 2020-ban döntöttünk úgy, hogy létrehoztuk a sportszövetséget és a civil szövetséget is, és nyilván ők saját maguk közül választottak egy elnökséget. Az elnökség azt gondolom, hogy a demokrácia csúcsa, hiszen ők döntik el azt, hogy ki mennyi támogatásba részesül, és közel 40-40 sport és civil szervezetünk választotta ezt az utat és tagja a szövetségnek. A második napi rendi pont tartalmáról zárt ülésen döntött a testület. A város elismerő kitüntetéséről volt szerencsénk dönteni. Több feltérzés érkezett díszpolgárnak, díszjelvénynek, civil közösségi díjra, vállalkozó díjra is. Ilyenkor mindig megpróbálunk bölcsek és higgadtak maradni. Nem adhatunk mindenkinek minden évben díszpolgári címet és díszjelvényt, de nagyon remélem, hogy azokat az embereket, akiket kiválasztottunk, azokat tényleg elismeri Dombóvár város közössége. Az elismerésre január 31-ig 5 különböző kategóriában lehetett javaslatot tenni. Köszönöm figyelmüket, önök Dombóvári magazinunkat látták. Viszontlátásra!